egy X-es váltóforgató varió kivitelű egyéb, 5P-es kivitel, váltóúzó utahengerrel szerelt fordítóbűvel, kettősműködési fordítóbűvel, 105-ös ekefejosztással és 90-es öldök magassággal. Az ekefejosztások természetesen elérhetőek továbbiakban 95 és 110 centis ekefejosztásokkal is. A fordító toronytól megengedi bemutatni az eszközt, egy 120 mm-es fordító toronnyal rendelkezik, a kukbőrgős csapágyazás zsugorkötéssel van elhelyezve benne, ezáltal hegesztéseket nem is használunk ennél a típusnál. A toronynak a felső része lehet onnan jobban látni, különböző tudatokkal van ellátva, ezáltal az eszköz sokkal könnyebben hozzáigazítható bármilyen más traktorhoz. A gerendely, ugye megmutattam, egy 150x150-es 12-es falvasságú gerendely, egy befogással készül, a gépben nincsenek rajta szintű hegesztések, ezáltal ugye masszív. Mivel az eszköz fogásszélesség állítása hidraulikus, első ekefej beállítása után, ami szintű hidraulikus, a következőnél, hogyha fogásszélességet váltok, az első automatikusan fogja követni a többit. A visszafordulóban jobban fog látszani. Maga a rudazat, ami mozgatja ugye a fogásszélességet, ami kívülre esik, ezek olyan tervezéssel készültek, hogy nagyon minimális terhelést vesznek föl. A belsejek pedig korrekt belsejekkel vannak szerelve, amik arról híresek, hogy nagyon jó a kopás állóság. Lehet látni a zsírzó szemeken keresztül, hogy középről kifelé történik maga a zsírzás. A kormánylemez, amivel el van látva, jelenleg egy WST 430-as Prischer kormánylemez. Ezt önök is valószínűleg, akiknek vannak, ugye ilyeneket ismerik, hogy nagyon jó a korhanyító hatása, nagyon jó ugye a mondatási képessége, és ugye a pálcák kopás esetén egyenként cserélhető. Az ekefejek mellett, a réseltek mellett további 7 ekefejet tudunk biztosítani, különböző talajviszonyokra, ugye különböző helyeken. Az eszközön M0-as előhántó, beforgató lemez, 600 mm-es csíkés tárcsárkoroszja, és hátul a 680-as erősített duplaszárú Fogi Transport támkerék helyezkedik el. A hátsó támkerék egy nagyon kellemes vonulást tud biztosítani, akár közúton is, de ugye szálláskor is, és megfelelő mélységtartás. Köszönöm szépen!